Ezeknek a magas ágyásoknak az ültetését, gondozását is még felkészültebben tudják végezni a Kríziskezelőközpont ellátottjai. Az intézmény ismét sikeresen pályázott a hajléktalan közfoglalkoztatási programban, amelynek keretében egy 32 órás képzésben kertészeti ismereteket sajátíthattak el a központhoz tartozók. El kellett döntenünk, hogy most milyen jellegű tanfolyam legyen. Egy kicsit titkon gondoltunk arra is, hogy lehet, hogy a Gaja mindenképpen partner lesz, de még akkor ezt nem tudtuk, hogy ez így lesz. Tehát nem véletlen, hogy kertészeti ismeretekkel kapcsolatos tanfolyamot terveztünk, lévén, hogy ugye elég nagy tevékenység folyik itt, tehát elég sok ember dolgozik abban, hogy itt mindenféle növényeket, haszonnövényeket termesszünk, úgyhogy valóban segítséget fognak nyújtani a mindennapi munkáik során. A Gaja Környezetvédő Egyesület megszervezte és lebonyolította a tanfolyamot. Az egyesület már régóta kapcsolatban áll a központtal, a tagok a magas ágyások kialakításában is szakmai tanácsokkal segítettek. Úgy gondoltuk, hogy ez a Gajához közel áll, mert Varga Gábor nagyon sokat tett azért, hogy a komposztálás, a különböző módszerek ismertek legyenek számunkra is, és hát a fehérváriak számára is. Úgy próbáltam összeállítani, hogy tapasztalatokra épülő legyen a képzés, ezért megnéztük a komposztálás gyakorlatát, jártunk giliszta humusz készítő helyen, ami Fehérváron egy nagyon egyedülálló és nagyon érdekes üzlet. Aztán megnéztünk hagyományosan művelt kertet, néztünk új módon művelt családi kisgazdaságot, ahol állatokat és növényeket is láthattak. Az egyesület elnöke hozzátette, a kertművelés gyakorlatáról is beszélgettek a tanfolyam résztvevőivel. Az elméleti ismeretekben nagy segítség volt, hogy megnéztek filmrészleteket Gyulai Iván filmjeiből. A hat alkalmas tanfolyamon hatan vettek részt.